Pintér Szilárd, a várospolgármestere elmondta, a szakmai rendezvényre számos óvodából érkeztek pedagógusok és intézményvezetők. Fontosnak tartja, hogy az óvónők tudatosságra tanítsák a gyerekeket. Rácsodálkozunk, hogy ezt mondták már 20 éve is, és ez velünk megtörténhet. Tehát igen, megtörtént, hogy februárban 20 fok van, februárban virágoznak a gyümölcsfák. Nyilván azt is tudom, hogy régen szigeteltük a házat, hogy ne fázunk, most azt is szigeteljük, hogy ne legyen melegünk, tehát hogy tetten érhető, és megérint szerintem már minden embert. Kértem az óvónőket, hogy azt a tudást, amit lesz szerencsék ma itt elsajátítani, azok kellőképpen fertőzzék meg a nebulókat, hiszen a jövőnk azon múlik, és remélem ebben a jövőben még néhány évtized előttem is áll, és én bizakodom benne, hogy unokáim, dédunokáim 100 év múlva is ezen a bolygón életnek, amit mi földnek imunk, és nagyon szeretünk. A program egy óvodapedagógiai módszertan, amelynek bázis intézménye Hódmezővásárhelyen található. Céljuk, hogy minden vármegyében legyen egy tagintézmény, idén Dombóvárt választották. Tolna megyének a klímastratégiáját 2017-ben a Dipol Humánpolitikai Intézet készítette, akkor ismerkedtünk meg az itteni vezetőkkel, és kiderült, hogy mind az országgyűlési képviselő, mind pedig Dombóvár polgármestere támogatja, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen típusú szemléletformálást akár gyerekeknek, akár felnőtteknek megtartsuk, és így Dombóvár lett a tagóvodának a helyszíne ebben a megyében. Dombóváron a Szivárvány óvoda és bölcsőde is csatlakozott a projekthez. Van olyan tagintézményünk, aki zöld óvoda, ő is természetesen ebben a témakörben nagyon sok mindent tett, és van olyan tagintézményünk, aki majd most szeretne csatlakozni ehhez a munkához tulajdonképpen, őket is tudjuk segíteni. Nagyon fontos, azt gondolom, hogy minden tagintézmény a saját maga erőforrásainak megfelelően tudjon és hitvallása szerint tudjon nevelni gyerekeket. Itt fontosnak tartom azt, hogy ez valós legyen, tehát a gyerekek a hétköznapjaikban, mindennapjaikban beépüljön itt például a természetvédelem, a környezetvédelem, a vízgazdálkodás, a közlekedés és az egészség, és a foglalkozásokon, a mindennapokon keresztül ismerjék ezt meg. A Klímanocskák program elősegíti a pedagógusok számára a természetvédelemre való nevelést. Globális dologról van szó, de fontos, hogy itt Dombóváron élő gyerekek, akik tulajdonképpen itt élnek, ide születtek, és itt fognak valószínűleg felnövekedni, minél előbb megismerjék a saját környezetüket, azoknak az értékeit, amik itt vannak körülöttünk is, egy nagyon szép településen élünk, én azt gondolom, és hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy ők majd mit tudnak tenni a jövőbeli tudatos gondolkodás szempontjából. A szelektív hulladékgyűjtést, állat- és növényvédelmet, a vízi élővilág megóvását a napi szintű foglalkozások alkalmával ismerik meg a gyermekek.